Én azért választottam a Kródi Gyula gimnáziumot, mert még nem voltak pontos elképzeléseim a jövővel kapcsolatban, de a Kródi minden lehetőséget megad, hogy valóra váltassam az álmaim. Az angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésben az első évben heti 19 angol órátok lesz. 10 hónapnyi angol tanulás után az egész osztály leteheti a B2-es középfokú nyelvvizsgát. A későbbi években a történelem, a matematika és a civilizáció tantárgyakat is angolul fogjátok tanulni, és ezen a nyelven fogtok érettségizni belőle. Ez egyenértékű lesz egy felsőfokú C1-es angol nyelvvizsgával. Az angolon kívül a németet tanulhatjátok idegen nyelvként, amit az 5. év végére szintén felsőfokú szinten is elsajátíthattok. Iskolán két hagyományos gimnáziumi képzést kínál számotokra. Ebből az egyik a humán gimnáziumi képzés, ahol az idegen nyelvet, a magyart és a történelmet tanuljátok emelt óraszámban. A másik gimnáziumi képzésünk az pedig a reál gimnázium, ahol a matematikát, az informatikát és az egyéb természettudományos tantárgyakat tanuljátok emelt óraszámban. Ez egy vegyes osztály, itt vagy angolt és németet tanulsz, ahol az angol az első nyelv és német a második, vagy pedig angolt és olaszt, ahol az angol az első nyelv és az olasz a második. Ha még te is tanástalan vagy, de jók a jegyeid, és szeretnél felsőoktatásban tovább tanulni, akkor téged vár a Kródi gimnáziuma. Az elmúlt 30 év során a Kródi, Győrváros és a régió egyik legnagyobb és legismertebb iskolájává nőtte ki magát. Úgy gondolom, hogy népszerűségünket elsősorban képzéseink pozitív egymásra hatásának köszönhetjük. Büszke vagyok diákjainkra, tanárainkra, és az együtt elért eredményekre. Ha érdekel a környezet, ami körülvesz, jó fellépésed van és mered hallatni a hangod, akkor a turisztikai szakgimnázium képzésünket neked találták ki. A megszokott tantárgyak mellett angolt, németet és szakmai tantárgyakat is tanulhatsz. Az érettségi mellé többféle turisztikai szakképzettséget is megszerezhetsz. Ha úgy érzed, van benned affinitás különböző idegen nyelvek elsajátítására, a különböző kultúrák megismerésére, akkor a német-magyar kéttanítás nyelvű szakgimnáziumban a helyed, hiszen a diákok már az első évben emelt óraszámban tanulják a német nyelvet, és emellett a történelem, illetve a szakmai tantárgyak oktatása is az első számú idegen nyelven folyik. A diákok a szakképzést minimum egy középfokú nyelvvizsgával és egy kétnyelvű érettségi bizonyítvánnyal fejezik be, amely egyenértékű egy felsőfokú nyelvvizsgával. Ezen kívül az érettségi után a 13. évfolyam elvégzésével a turisztikai szervező értékesítő szakképesítést is megszerezheted. Ha szeretsz főzni, vagy érdekel a vendéglátás világa, akkor a vendéglátóipari szakgimnáziumot ajánljuk neked. Ezen a szakon a szakma mellett az érettségit is megszerezheted, ezáltal megnyílik a munka mellett a továbbtanulás világa is. A vendéglátás a nemzetgazdaság egyik legjelentősebb területe, sikerágazata. A vendégek fogadására szálláshelyi, vendéglátóipari és szervezési szolgáltatások szükségesek, így az ágazat munkahelyteremtő képessége jelentős. A vendéglátóipari és turisztikai szolgáltatások színvonalának fenntartásához, a tudatos fejlesztéshez megfelelő szaktudás és idegen nyelveket beszélő munkaerő szükséges. Azért választottam a szakát szakoktatói pályát, mert korábban én is krúdis diák voltam, és büszke vagyok arra, hogy korábbi mesterem Sátor László példáját követhetem. Az én számomra már általános iskolában nem simán a Kródi, hanem a Kródi, mint fogalom volt. Itt a Kródiban igazi mestereket és példaképeket ismerhettem meg a vendéglátásnak minden területén. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Kródiban cukrászmesterként én adhatom át ezt a tudást a jövő generációjának. Engem nagy büszkeséggel tölt el, hogy abban az intézményben taníthatom a pincér szakmát, és adhatom át a szakma szeretetét, ahová én is jártam, és érezhettem az iskola támogató közösségi erejét. Megtisztelő számomra, hogy a volt tanáraim körében oktathatok. Egykori Kródis diákként megtiszteltetés, hogy segíthetem a diák önkormányzat munkáját. Ha bekerülsz a Kródiba, garantáltan nem fogsz unatkozni. Vár a gólyatábor és a gólyabál. Iskolánk számos sportesemény támogat, köztük a 12 órás focit, a röplabda bajnokságot, a kosárlabda bajnokságot, illetve a kézilabdát. A Kródi Szalon iskolánk kulturális programja, melynek célja, hogy közelebb hozza a művészeteket a diákokhoz. A fizika napon megismerkedhetsz különböző természeti eseményekkel és azok magyarázatával. Ha szereted a hasad és képes vagy megenni egy kiló spagettit, akkor a spagetti evőversenyt neked találtuk ki. Gyere, próbáld ki magad!
a diákdíj a DÖK legnagyobb rendezvénye. A Krúdiban tényleg ez lehetsz, aki akarsz.